vállalkozó megkapja teljesen megelőre egy győzelmet adatot. Én úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés ez számomra nagyon sok pozitívummal, viszont nagyon sok negatívummal is járt és mutatkozott. Összességében számítottunk rá, hogy érkezésünk nem lesz egyszerűs, mert napra tudunk együtt dolgozni, hogy a napja, ami nyilván nagyon kevés ahhoz, hogy itt új embereket beépítsünk. A támadójátékunkkal talán az első fél idő középső szakaszában volt egy olyan periódus, amikor nagyon elégedetlen voltam, a második fél időben maximálisan elégedett lehetek. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy fegyvertének tartom a saját csapatom részéről, hogy ezt a brutál sebességet fog tudta venni, és időként még azt gondolom, hogy elég eredményesen vette föl, de nyilván ez ráment a védekezés eredményességére, se darabba, se kilóban most nem tudjuk felvenni az etóval a versenyt. Ezt ki is rajzoltuk, mert két fél időnek az utolsó szakaszát vesztettük el, ami egyértelműen, tehát az etóval a fizikai fölénye. Nagyon-nagyon jó mérkőzés volt, nagyon színvonalas volt, hál' Istennek, hogy ilyen van. A bajnokságban nagyon-nagyon jól játszott a Ferencváros. Én azt emelném ki, hogy az első fél idő eredménye után nem adták föl, és nagyon-nagyon jó és nagyon szimpatikus tempót diktáltak még akkor is, amikor esetlegesen ez nem volt indokol. Ott nekünk a második fél idő közepén, vagy a második fél idő elején volt egy hullámvölgyünk, egy olyan periódusunk, amikor nem tudtunk úgy produkálni, ahogy az első fél időben. Akkor talált fal ellen nem kis segítség volt az új játékosunknak a pozíciós játéka, mert egy elég egyszerű helyzettel találtunk magunkat szemben, hogy egy-egy-egy-egy-kettő-kettő után meg tudtuk játszani. Nagyon örülök, hogy ennyire jól sikerült a bemutatkozása. Összegészében véve pedig azt gondolom, hogy talán a legnagyobb fájdalom a mérkőzés során az Amorim időleges elvesztése, de egyébként első mérkőzésnek egy rangadónak nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó tempójú mérkőzés volt, és nagyon-nagyon szimpatikusan, és nagyon-nagyon jól játszott a Ferencváros. Én sok sikert kívánok nekik, és nagyon remélem, hogy a Final Four-ba is találkozunk, nem csak az addig vezetünk utóbb. Én azt gondolom, hogy lehajtott fejlem kell hozzamennünk, de nyilván a tapasztalatokat, hogy a pontosan látottakat hasznosítanunk kell. Én azt gondolom, hogy egy ilyen hirtelen újjáformálódó, kényszerű újjáformálódó csapattól az nem most szégyenkezni ez a mai mérkőzés. Nyilván egy vereség után soha nem lehet elégedett egy edző, de azt gondolom, tehát nem is vagyok, de azt gondolom, hogy nagyon sokan biztató dolog volt, amire büszkék lehetünk. Sok sikert kívánok az Etónak a bajnokok ligájába. Én azt gondolom, hogy könnyű, hogyha lesz most a Final Four, és ott pedig nagyon fog nekik szurkolni. Kivéve, ahol is bejutunk. Nagyon szépen köszönöm, azért addig az Ubig még egy párszor megmérkőzünk egymást. Nem, minden másodikán találkozunk egy jó mérkőzésre. Február másodikán, március másodikán, nem tudom. Április nézte már magam. Nagyon szépen köszönöm, Gábor. Másodikán nincs programod, akkor találkozunk. Akkor is. Inkább elsőnyén találkozunk.